világra, hogy ez nem párt, hogy ez pártok között nincsen fideszes levegő, meg nincsen MSZP-s levegő, úgyhogy meg is kérem őket, hogy nyissák meg ezt az aláírási ügyet, tessék valamit. Ezért nem megzavarni abszolút. Most kérek el, ezt kérdezik, olvassatom én is a Szuhai Viktor úr. Addig annyit fűznék hozzá a körzetképviselőként a országgyűlési képviselő úr által elmondottakhoz, hogy egy évek óta húzódó attatologatás, hogy ezt szeretnénk gyakorlatilag lezárni ezzel az akcióval. Ennek röviden a jogszabályi háttere az, hogy egy létező legjobb alkalmazható technológia tekintetében a jogszabály egy már meglévő gyár és egy új gyár esetében másként értelmezi a jogszabályt. Mi úgy gondoljuk azonban, hogy itt nem normák, illetve jogszabályok alapján kell elsődlegesen ítélni, hanem az emberek életminősége és egészsége védelmében kezdeményeztük ezt az eljárást. Ami mögött gyakorlatilag az is meghúzódik, hogy 2013-ban készült a városról egy levegővédelmi terv, ami többek között nitrogénoxid és szilárdanyag kibocsátás tekintetében Falkó gyárat elég előkelő helyre sorolja a környezet terhelés ügyében. És ahogy az országgyűlési képviselő úr is elmondta, létezik az a technológia, létezik az a megoldás, amivel ezt egyszer s mindenkorra szeretné a város, illetve az itt élő.